Szeretettel köszöntök ma is mindenkit. Hanuka harmadik napját ünnepeljük, három gyertyát fogunk majd gyújtani. Mai vendégünk Komoróczi Szonya, judaisztika kutató, a Zsidó Egyetem rektorhelyettese, tanszékvezető docens. A zsidó hagyományban három különböző alkalom van, amikor gyertyát kell gyújtanunk. Ezek közül kettő releváns a mai estére. Az egyik az talán a legismertebb ezek közül, az a péntek esti gyertyagyújtás, tehát a sábeszi gyertyának a meggyújtása, ez történt tegnap, ezt tipikusan otthon csináljuk, tehát ez egy otthoni dolog, ez a családi békét, a otthon tartott zsidóságot jelképezi. A másik az Hanuka, ami ugye most 8 napig tart, ma vagyunk Hanukának a harmadik napján. A hanukai gyertyákat a hagyomány szerint nyilvános helyen kell gyújtani. Eredetileg, amikor kis házakban laktak, akkor az bejárati ajtóba kellett rakni a hanukiát. Ennek későbbi variáció, hogy az ablakba rakni. És ez mindig a hogyan teszi nyilvános helyre az ember a hanukiáját, és meri-e nyilvános helyre tenni, ez mindig az adott környezettől is függött. Egy időben a zsidóság elleni üldöztetések miatt nagyon sokan nem az ablakban, hanem a lakáson belül, nem nyilvános téren, hanem lakásban gyújtottak hanukai gyertyákat. Sajnálatos módon ma nekem nagyon sok olyan barátom van Amerikában, aki nem meri az ablakában gyújtani a gyertyát. Az, hogy köztéren nagy gyertyákat gyújtsunk, az egyébként a Lubavicsi Rebbének, az előző Lubavicsi Rebbének, aki a 90-es években hunyt el, volt egy indítványa, hogy köztéren nagy hanukiákat gyújtsunk. Ez egyértelműen egy ilyen nyilvános dolog, ahol nyilvánosan hirdetjük a csodát, nyilvánosan hirdetjük a zsidó értékeket. És a harmadik, ami szintén mára érvényes, az a Havdala gyertya, ami a szombat és a hétköznapok közötti elválasztás ceremóniájának a gyertyája. És ugye általában így az elválasztás és a két különböző dolog, ami összefügg, de közben egy kicsit más is. Ilyen szempontból ez a Havdala gyertya hagyományosan az a szombat szentsége és a hétköznapoknak a rutinja és egyszerűsége közötti elválasztást jelképezi, de valamilyen módon a belső és a külső tér közötti elválasztás is. Tehát a belső, az otthoni és a nyilvános, ugye a szombat az egy otthoni ünnep hagyományosan, tehát az otthoni lét és a hétköznapi, mindennapi nyilvános lét közötti különbség. Tehát ilyen szempontból ez most egy ilyen érdekes dolog, hogy van a Havdala gyertyánk is, és van a hanukai gyertyánk is. Úgyhogy már a harmadik hanuka gyertyát gyújtjuk meg. Különböző csodákra emlékszünk hanukakor, és különböző korokban más-más elemét hangsúlyozta ki a hagyomány a csodának. A alapvető története a csodának az a időszámításunk előtti második században, a hellenizmus korában a zsidók ellenálltak a hellenizmusnak, és a szentélyt, a jeruzsálemi szentélyt visszaszerezték, és újra megszentelték. A Hanuka ünnepének az egyik aspektusa az a harc, amivel sikerült visszaszerezni a szentélyt magát, és újra zsidó használatba vetni. A másik pedig egy kicsit misztikusabb verzió, ez általában az ismertebb verzió, az, hogy egy napnyi olaj az sok napig égett, 8 napig égett, és ezért ünnepeljük 8 napig a Hanukát. Amikor a jeruzsálemi szentélyt az időszámításunk szerinti első században, 70-ben lerombolták, akkor utána a rabbik között volt egy vita, hogy hát most már nincs szentélyünk, tudunk-e egyáltalán örömünnepet ülni egy olyan időben, amikor nincs a jeruzsálemi szentély, amikor azt kéne ünnepelnünk, hogy milyen újra a jeruzsálemi szentély, tehát mennyire tudunk hitelesen örülni annak, hogy nincs szentélyünk, és ez lehet egy ünnep. Volt egy pár város, a Talmud rögzíti ezeket, hogy volt egy pár város, ahol megszüntették Hanuka ünnepét, tehát betiltották, mondván, hogy nincs szentélyünk, úgyhogy nem tudjuk azt ünnepelni, hogy a miénk. De a városok döntő többségében
ez az ünnep ez megmaradt, és a mai hagyományban is ünnepeljük a Hanukát annak ellenére, hogy a jeruzsálemi szentély az nem épült föl, nem épült újjá, és nincs a zsidók kezén. És ez is egy nagyon érdekes dolog, ez a remény, a hit, hogy jó lesz, hogy minden jó lesz, ezt jelképezi ezt. Tehát annak ellenére, hogy nincs szentélyünk, ünnepeljük azt, hogy a zsidóké lett a szentély, ami gyakorlatilag a jeruzsálemi szentély lerombolása óta a zsidó hagyományt jelképezi, hogy az állandó hit és a bizalom abban, hogy eljön majd az az idő, amikor minden jó lesz. Ez különösen fontos ma szerintem a zsidó világban, különösen fontos az izraeli helyzetet nézve, amikor fölmerül az a kérdés, hogy mennyire lehet örömünnepünk, mennyire ünnepelhetjük azt, hogy nyert a zsidó hagyománya az időszámításunk előtti második században, miközben több mint százan a mai napig fogságban vannak, több ezeren harcolnak. Hát ez is a reménynek az ünnepe, hogy reméljük, hogy minél hamarabb minden fogoly visszakerül az otthonába, és minél hamarabb minden jó lesz.